Köszöntjük a kedves nézőket! Én már több éves hagyomány, hogy Siófokon nyár elején az Ezüstpart Hotelben megrendezik a harcművészeti és életmód tábort Kalmár Árpád főszervezésében. Idén tulajdonképpen párhuzamosan egymás mellett megfért két tábor, hiszen a Sitoriu országos tábor versenyzői, illetve résztvevői is itt voltak. Összességében több mint 200 bátor és tetrekész fiatalember, illetve hölgy vett részt a táborban, hogy fejlesz-e szellemi és fizikai képességeit, kiszolja technikai tudását. A szállás, étkezési és edzés lehetőségek szokás szerint kiválóak voltak, a táborban pedig aikido, kyokushin, kempó, birkózás, shotokan karate, thaibox, MMA, baranta, önvédelem és katonai közelharc oktatás is szerepelt a programok között, amelyet napi 3-4 edzés keretében végeztek neves hazai oktatók vezetésével. A tábor végén volt egy gálaműsor és egy bemutatósó, a vendégek között pedig ott volt dr. Galambölgyi László, rendőr dandártábornok, Markos György, előadó művész, valamint Székely Sándor, a tábor névadó fő patrónusa is. Kedvezett minden nekünk, az időjárás is megmutatta minden oldalát, úgyhogy ki tudtuk használni. Jó szelünk volt, hideg volt, meleg volt, úgyhogy az, ami kell, tehát megkaptuk a természettől. Egy hét alatt tulajdonképpen vissza kell vezetnünk oda a tanítványokat, a természethez van, előre ered minden. Itt vannak a törvényszerűségek, itt vannak az igazságok, elrejtve messzelenül, kendőzetlenül. Várszegi Rudolfnak ugye döntő szerepe van abban, hogy integrálni lehetett a különböző harcművészeteket Magyarországon. Az aikido, a látsága és a harmónia művészete, Várszegi Rudolf pedig ötdanos mesterként meghatározó embere ennek a stílusnak itthon, ugyebár, kedves Kalmár Árpád? Igen, és tulajdonképpen Várszegi mester volt az, aki ezt a harcművészeti szeminárium sorozatot elindította az ő kezdeményezésére, és itt a táborban ez a több stílus együttműködés és kiválóan működött, és azt hiszem, hogy köszönet érte Várszegi mesternek. Bárki beszállhatott, aki akart? Igen, gyakorlatilag a tábor 8 harcművészeti stílusa közül részt vettek az edzéseken, egymás küzdősportet kipróbálhatták, és azt hiszem, hogy sikeres is volt. És amit láthatjuk, szárazföldön is, vízben egyaránt. Igen, átgondolt, igen jó megszervezett tábor volt, jó szállási, étkezési körülmények között, és ráadásul jó időjárási viszonyok közepette dolgozott ez a 150 gyerek. Érdekes volt, hogy az igen kicsiktől az igen nagyokig, többdanos mesterekig eljöttek, és élvezték, hogy katonai közelharcot, aikidót, shotokan karatét, kyokushin karatét, shitoriut tanulhattak. Az edzéseket a kyokushin hazai megalapítója Sihan Furkó Kálmán, valamint Szenszei Kalmár Árpád és Varga Sándor vezették. Ezek technikai, küzdőtechnikai, reggeli és éjszakai kondicionális tréningeket tartalmaztak. Különösen életszerűek voltak Sihan Furkó Kálmán alapozó és küzdőtechnikai gyakorlatai a különböző stílusú tábori résztvevőknek. És ugye volt még valami érdekesség, egy pikáns dolog, éjszakai túlélési gyakorlatot is beiktattak a tanárok. Hát igen, gyakorlatilag a technikai tréningek, a reggeli edzések, a délutáni önvédelmi edzéseken túl néha mondhatom úgy, hogy a tábor majdnem minden napján éjszakai túlélési gyakorlatok követték. Ez ilyen váratlanszerűen ébresztő, riadó, mint a katonai kiképzésnél, és gyakorlatilag a nehézség ellenére azt kell mondjam, hogy nagyon tetszett a gyerekeknek. És a Sihán is ezt kellőképpen az ő személyiségével olyan életszemléletet, filozófiát adott át, amit azt hiszem, hogy felejthetetlen lesz a tábor résztvevői részére. Ő tartott edzést egyébként majdnem minden stílusnak, az aikidósoknak, a shitoriusoknak, a kyokushin karatésoknak is, és azt hiszem, hogy mindenki alapozott élményekkel és kellő tapasztalatokkal távozott a táborból. Természetesen az edzéseken túl voltak képességfejlesztési gyakorlatok, kettlebell edzés, és itt láthatók az éjszakai tréning pillanatai. Dr. Zöllei Zoltán alezredes indított, a hazai közelharc és kézitus a szövetség elnöke. Aztán minden edző bekapcsolódott a munkába, és egy-egy rövid blokkot kellett végigcsinálni. Nagyon-nagyon tetszett.
nagyon sok új emberrel ismerkedtem meg. Megtiszteltetés volt, hogy Sián Furkó Kálmán itt volt és megtisztelte a tábort. Azon kívül is magasolatú mesterek mutatták a gyerekeket, és szerintem mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát. Jöjjön egy kis Shotokan mix. Igazán életszerű technikai kombinációk és küzdelmi gyakorlatok. Juhász Ferenc vezetésével a táborlakóknak a tradicionális Shotokan karate mozdulataira épül gyakorlatilag az összes későbbi karate stílus, így jó volt visszatérni egy kicsit az alapokhoz is. Egyébként Magyarországon mennyien csinálják ezt magát a Shotokan szakágat? Hát azt hiszem, hogy egy olyan 5-8 ezer ember, tehát egy meghatározó stílus ma is Magyarországon, és Feri, mint a Karate Szövetség új alelnöke, az Ippon Shogui és felelős egyik szakmai vezetője igazán mindent megtent azért, hogy ezeket az alapokkal még közelebb kerülhessünk. Nagyon jó hangulata volt ennek az edzőtábornak, fantasztikus volt az étkezés, kitűnő mesterekkel dolgozhattam együtt. A birkózásra rá lehet építeni a különböző sportágakat. Természetesen minden küzdősportnak megvan a maga különlegessége, és én nagyon örülök annak, hogy így jól együtt tudtunk dolgozni. Sanyi ugye zenészként, műsorvezetőként, sőt költőként is nyeregbe száll a harcművészetekért. A Harcművész magazin zenéjét is ő komponálta, ezt is most lehet hallani, és a táborban a birkózás fortéjaival, a küzdelembe beépíthető elemeivel ismertette meg a tanítványokat, éles gyakorlati szituációkkal fűszerezve. Hát igen, gyakorlatilag mindent ő élesben mutatott be, és mint tudjuk, hogy a Harcművész Szövetség edzőbizottságának vezetője is egyben próbált ebbe az irányba erősíteni, hiszen a birkózás mint egy alapvető ősi küzdősport, majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy alapja a küzdősportoknak az esés, a földharc, és ő ezt nagyon nagyszerűen adta át, nagyon sikeres oktatása volt. Az életmódtáborban nem csak az aktív mozgás, nem csak a saját stílusnak a népszerűsítése, hanem valóban a mások megismerése, tolerálása, és úgy gondolom, mint katonaember és a Magyar Közharc Kézusa Szövetség elnöke, hogy nagyon jó alkalom arra, hogy a küzdősportok harcművészetek nagy családjába a honvédelmi ismeretek, mind gyakorlati, mind hazafias nevelését is át tudjuk adni. A harc, a küzdelem már évezredek óta része életünknek. A katonáskodás, a katonai közelharc, illetve az önvédelmi módszerek is szerves részét képezik a hivatásos állomány kiképzési rendszerének, amely most az úgynevezett civilek számára is könnyebben adaptálható részébe pillanthatunk be a tábori edzésekből. Igen, dr. Zöllei Zoltán alezredes, aki a közelharc és kézitusa szövetség elnöke is egyben, megfelelő módon mutatta be ezeket a gyakorlatokat kis stábjával együtt. Itt volt késdobás, katonai álcázás és különböző olyan gyakorlatok, amit a hétköznapi életben is baj, veszély esetén felhasználható. Nagyon jó volt az edzőtábor, rendkívül élveztem, nagyon jó volt az összefogás, rendkívül a hangulat, nem a szétúzás, tényleg összefogás vezérelte ezt az edzőtábort, és pontosan ezért mindig is nagyon szívesen jöttem. A harcművészetek másfajta behatást is ugye kapjanak, mert ha ezeket a technikákat úgymond beépítik a saját rendszerükbe, saját technikájába, és azt majd tudják hasznosítani, vagy harcművészeten, vagy a versenyen belül, akkor szintet ugye tovább léptek. A harcművészeti táborok sorozatában már szinte a kezdetektől fogva részt vettek a legkeményebb full kontakt sportágak, így a kempó és a Thai box, Felföldi Szabolcs és Tóth Csaba vezetésével. Ezekben az edzésekben most mi is belepillanthatunk. Hát igen, Felföldi Szabolcs, aki kempó és MMA bajnok, a K3-ban is sikeres versenyző, méltó módon adta át ezeket, prezentált ezeket a gyakorlatokat, és ez tényleg egy nagyon-nagyon életszerű önvédelmi módszer. A Gálon műsoron részt vettek a táborban szereplő összes stílus képviselői, valamint a Baranta Magyar Harcművészeti Stílus bemutató csapata is. A rendezvény fővédnöke, dr. Garambölgyi László dandártábornok úr megnyitotta a rendezvényt a hazai meghatározó stílusvezetők és mesterek előtt. Láthattunk aikido, shotokan, karate, kempó, kyokushin, thai box, katonai közelharc és baranta bemutatókat is.
amelyeket formagyakorlatok, valamint Ippon Sobu és Full Contact Superfight küzdelmek követtek. Ezek után ünnepélyes eredményhirdetés zárta a balatoni eseményt. Hát igen, ezek ilyen rövid, frappáns, stílus bemutató gyakorlatok voltak. Egy igazi show műsor, ahol minden stílus az alapvető rájellemző tulajdonságokat bemutathatta. Meglepetés volt, és nagyon nagy szimpátiát élvezett a Baranta bemutató. Ez az ős magyar harci művészet, ahol íjászattól kezdve földharcig, közelharcig, önvédelmi minden megtalálható. De természetesen volt tájbossz, Kyokushin is, hiszen ez is fontos szerepe és fontos része volt a tábornak. A törések is elengedhetetlenek ezek a próbatételeket. Végül a katonai közelharc bemutató zárta a bemutató sorozat részét. És itt pedig a szuperfájtokba pillanthatunk bele. És a színvonalas ezüstparti tábori programot jó hangulatú Sayonara Party követte, amelyben volt zenés esti levezetés, tüzönjárás, aki nagyon bátor, értékelések és ajándékozási ceremónia. Kedves nézők, ez volt tehát a Siófokon rendezett Székely Budó Camp 2001-es harcművészeti és életmód tábor. Jövőre veletek ugyanitt, ez lehetne a szlogen. Mi köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra! Viszontlátásra!